Sziasztok! A mai alkalommal elérkeztünk a Világegyetem témakörünk utolsó leckéjéhez, ez pedig nem más, mint a csillagos égbolt. Beszélünk majd a különböző csillagokról, csillagképekről, és a végén még szó lesz az űrutazásról, az űrkutatásról is, de csak egy picikét érdekességképpen. Na és akkor kezdjünk először is a csillagokkal, hiszen sok milliárd apró lámpácska ragyog az égen, és ezek a csillagok ezek nem mások, mint távoli napok. Tehát a mi napunkhoz hasonló égitestek, tulajdonképpen izzó gázgömbök, ahogyan azt elmondtuk a mi napunk esetében is. A fényük egyébként nagyon-nagyon hosszú utat tesz meg, mire elér a Földre, igazából magát a távolságot is egyébként fény évben mérik, tehát ez nem időmérési mértékegység, hogy fény év, hanem ez egy távolság, és hatalmas nagy fényéveket, sok százezer és sok millió fényévet tesznek meg egyébként a csillagoknak a fényei. És arról nem is beszélve, hogy ugye említettem még korábban, hogy a világegyetemünk folyamatosan tágul, folyamatosan növekszik, ezáltal pedig sok milliárd csillag található az égen, amelyek csillagrendszereket alkotnak. Régen a vándoroknak, a hajósoknak a csillagok mutatták meg az utat, talán azért néha láttatok olyan filmet már a tévében, amikor éppen a hajósok a távcsövőkkel, mondjuk nem feltétlenül a szárazföldet nézik, hanem az égbolt felé néznek. Tulajdonképpen azért, mert keresik azt a bizonyos csillagot, ami megmutatja nekik az utat. És bizony azoknak a csillagoknak és csillagképeknek, amelyek nagyon gyakran vagy állandóan megjelennek az égbolton, azoknak az emberek, a tudósok, csillagászok neveket is adtak. Az égbolt csillagait különböző csillagképekre osztották föl, ilyen csillagkép a nagy medve, amelynek egyik része a 7 csillagból álló göncöl szekér. Na most szerintem nem biztos, hogy látjátok, hogy a képen hol található a göncöl szekér, úgyhogy szeretném megmutatni, bár vannak erősebb csillagok, és ezeket, hogyha összekötjük, akkor bizony már észre is vehetjük a nagy göncölt, ugye hivatalosan göncöl szekérnek hívják, egyébként nagy göncöl, és bizony ez a nagy medve csillagképnek egyik részhez egész évben látható az égbolton, és nagyon-nagyon fontos szerepe van a tájékozódásban. Na itt látható egy kis magyarázat, hogy miről is van szó. Szóval van a nagy göncöl és van a kis göncöl. A nagy göncöl az a nagy medvének, a kis göncöl pedig a kis medve csillagképnek a része. És hogy mik ezek a számítások, itt ebben segítek most egy kicsikét, és egyébként majd, hogyha szép tiszta lesz egyszer az égboltunk, és mondjuk ti is körülnéztek, akkor ezt is le tudjátok tesztelni, meg tudjátok mérni, meg tudjátok nézni, hogy ez tényleg így van a valóságban. Ugyanis, ha göncöl szekér két hátsó csillagát, vagyis ott láthatjuk a D betű melletti két csillagot, ha összekötjük, és meghosszabbítjuk, és a két csillag közti távolságot, tehát a D-vel jelölt távolságot, ha még ötször rámérem azon az egyenes mentén, akkor bizony elérkezünk a sarkcsillaghoz. Ennek a sarkcsillagnak ugyanis egyetlen egy nagyon fontos szerepe van, ez mutatja az északi irányt. Úgyhogy ez az, ami segít bárkinek tulajdonképpen a tájékozódásban. Szóval a nagy göncöl két hátsó csillagát összekötjük, meghosszabbítjuk egy képzeletbeli vonallal, és ötször rámérjük, akkor odaérkezünk a sarkcsillaghoz. Nem véletlenül természetesen, ez egy nagyon-nagyon fényes csillag. És már tulajdonképpen egyszerűbb távcsővel is, nem kell semmilyen speciális, különleges, nem tudom mekkora méretű, hány lencséből álló távcsőre nincsen szükségünk. Egyszerű távcsővel is meg tudjuk figyelni akár a Vénusz bolygót, ugye a Holdat a szabad szemmel is láthatjuk, ahhoz nem kell távcső, de például a Vénuszt is közelebb hozhatjuk magunkhoz, de akár a Mars bolygót is. Most feliratoztam nektek ezt a képet, amelyet egyébként még 2016-ban készítettek. Ott láthatjátok a horizont fölött a Holdat, nagyjából a képnek a közepén az egyik legfényesebb a Vénusz, vagyis az esthajnal csillag. Napnyugta után látható az égbolt alján vagy hajnalban, még napfelkelte előtt, most éppen pont napfelkelte előtt járunk legalábbis a fotón, és ott van még a Mars, ami ugye egy picit már messzebb található, és azt is csak nagyon apróba, picibe
láthatjuk, és bizony nagyon-nagyon ritka jelenség az, amikor egyszerre több bolygót is meg tudunk figyelni. Sajnos olyan fotót nem találtam, de képzeljétek, olyan is van, ami még a Merkur is megtalálható, sőt, nagyon-nagyon apróban még olyan fotót is találtam, ami még az Uránusz is megfigyelhető innen a Földről, de persze ez tényleg már csak a nagyon kiváló csillagászok, illetve a nagyon okos emberek láthatják azt, hogy most pontosan merre kell figyelni az Uránusz, hiszen ugye az annyira messze van már tőlünk, hogy ez tényleg egy apró csillagnak tűnik, és igazából nagyon nehéz megkülönböztetni a többi csillagtól. Ez a nagyszerű képet pedig azért választottam ide, mert hogy az embereknek már hosszú-hosszú évek óta egy nagyon régi vágy, hogy a világegyetemet megismerje. Ugye ebben ez a bizonyos távcső nagyon nagy segítségükre van. A végtelen kutatását általában ilyen hatalmas nagy távcsövekkel végzik. Ez is egy speciális távcső, vannak ennél még egyébként nagyobbak is. És a múlt században már, tehát a 20. században, ugye az 1900-as években már valósággá vált, amiről eddig csak a fantasztikus regényekben olvashattunk, ugyanis sikerült ezeknek a távcsöveknek a segítségével és különböző műszerek segítségével felfedezni a naprendszert, és a különböző bolygókat már láthatjuk eddig. Ezeket korábban még ugye nem fedezték fel, de szerencsére mi már olyan korban élhetünk, ahol már tudhatjuk, hogy hol kell keresni a különböző bolygókat az égben. A világegyetemet nem csak távcsövekkel, hanem különböző járművekkel is fel tudjuk fedezni. Így tette 1957-ben, amikor is az első rakéta még ember nélkül keringett a Föld körül. És azért, hogy évekkel később, nem kellett hozzá 5 év, és embert küldtek a világűrbe, ezért, hogy leteszteljék, hogy biztosra menjenek, állatokat küldtek fel, és több-kevesebb sikkel egyébként túl is élték az állatok, sajnos nem mindegyikük. Például a képen látható nagyon híres kutya, akit Laikának hívnak, Laika kutya, ő volt az egyik leghíresebb állat, amelyik utazott a világűrben, de például nagyon sokat utána olvastam, és például kutyák mellett utaztak macskák, majmok, egerek, teknősök, de még halak is, képzeljétek el, úgyhogy nagyon sokféle állat járt már a világűrben, és aztán végül, mint említettem, az első rakéta kilövésétől 5 évvel később, 1962. április 12-én volt egy bizonyos űrhajós, akit úgy hívtak, hogy Jurij Gagarin, ő szovjet volt, tehát ma ezt már orosznak mondjuk, szóval egy orosz űrhajós, akinek először sikerült az űrhajójával többször megkerülni a Földet, az ő arcképét láthatjátok ott fent. És ugye 3 évvel később, amiről már egy egész órát rá is szántunk, vitatkoztunk, beszélgettünk róla, ugye Jurij Gagarinhoz képest végül 1969-ben egy hatalmas nagy sikert ért el az űrkutatás, ugyanis 2 amerikai űrhajós a Holdra léphetett, ugye Neil Armstrong és Aldrin, és végül a 3. társuk, akiről beszéltem még, volt ugye Michael Collins, aki nagyon-nagyon közel volt ott a Holdhoz, akár ő is ráléphetett volna, de nem, az ő feladata az volt, hogy az űrhajóban maradjon, és a Föld körül keringjen, úgyhogy végül 3 voltak tagjai az Apollo 11 programnak, amely tehát a Holdra szállás, holdutazás volt a célja. Ma már különböző űrállomások várják az űrhajósokat a világűrben, és itt akár hónapokat is eltölthetnek, mert itt aztán étellel, itallal, mindenféle felszereléssel abszolút rendelkeznek ezek az űrállomások. És az a kép, amit itt láthattok, nem az űrhajós, hanem a mellette lévő, azaz a bizonyos nemzetközi űrállomás, ahova egyébként meg szoktak érkezni azok a rakéták, azok az űrhajók, amelyeket egyébként oda irányítanak, és akkor ott a központban ott szépen el tudják igazítani, ott még ellenőrizni is tudják őket. Az űrhajósok, mert ugye ott róluk is látható egy fotó, az űrhajósok ugye korunknak a nagy hősei egyébként, rengeteg film is készült róluk, és tulajdonképpen igazából minden fiú alapvetően azért gyerekkorában elgondolkozik azon, hogy milyen jó lehet egyszer, milyen jó lenne egyszer a világűrbe utazni, nem is beszélve, hogy a Holdra lépni. Bizony, nekik a felkészítésük az több évig tart, és a szervezetüknek, tehát az immunrendszerüknek, a testüknek el kell viselni a súlytalanságot, és a hosszabb ideig tartó bezártságot, úgyhogy nem csak fizikai tesztet, de úgynevezett, csúnya szóval élve, pszichológiai tesztet is ki kell tölteniük, és meg kell
vizsgálniuk őket különböző helyzetekben, hogy tényleg hogy bírják a bezártságot, a kisebb, szűkebb helyeket. Érteniük kell különböző technikai eszközökhöz, a legmodernebb, legkorszerűbb technikai eszközökhöz, műszerekhez, többféle tudományos kísérletet kell elvégezniük, és bizony sok űrhajós életét áldozta az űrkutatás során, mert mi ugye nyilván azokról beszélünk, és azokról emlékezünk, például Gagarinról, aki megkerülte többször a Földet, meg ugye, akik a Holdra szálltak, de sajnos voltak olyanok, akinek a nevét elfelejtettük, de pontosan azért, mert ők mondjuk akár a fellövést követően, vagy akár az űrben életüket vesztették. A modern technikának és a tudományos fejlődésnek, no meg persze rengeteg okos tudósnak köszönhetően, rengeteg ember alkotta égitest kering ma már a naprendszerünkben. Alig 50 év alatt, tehát az elmúlt 50 évben több mint 20 ezer űrjárművet sikerült feljutatni a világűrbe. Például, amit a bal felső sarokban láthattok, az egy űrszonda. Ennek az egyik feladata, a fő feladata, hogy vizsgálja a különböző bolygóknak a felszínét és a légkörét. Hogy az mennyire élhető, milyen a hőmérséklet, milyen a felszíne, mit található a felszínén, stb. Stb. A többi képen pedig mesterséges holdakat, vagy más néven szokták így is mondani, műholdakat láthattok. Például ezek a műholdak felelnek azért, hogy például a különböző élő közvetítéseket, sporteseményeket, vagy élő koncertfelvételeket, ezeket meg tudjátok a televízióban nézni. Tehát ugye vannak olyan műholdak, amelyek a televíziós adásokért felelnek, ilyen például a jobb felső sarokban lévő műhold. A következő, az a bal alsó sarokban lévő műhold, az úgynevezett navigációs műhold, ezek segítenek a járművezetőknek a tájékozódásban, de például a telefonunkon, amikor rámegyünk arra, hogy GPS, vagy a BKK futár, vagy az egyéb ilyen hely meghatározó alkalmazásokra, akkor ezek a műholdak segítenek nekünk. Aztán vannak még úgynevezett katonai műholdak is egyébként, ezeket nyilván katonai célokra használják, ez található a jobb alsó sarokban. A műholdaknak a nagy része egyébként napelemmel működik, tehát ugye nyilván azért a világűrben jóval közelebb találhatóak a naphoz, és persze ugye a nap folyamatosan világít, úgyhogy ez nem jelent problémát. Ez csupán egy érdekesség volt, amit most itt elmondtam az űrutazásról. Ezzel viszont lezárult a világegyetem témakörünk, úgyhogy amikor jövő héten újra találkozunk, akkor elkezdjük még egyszer összeszedni a legfontosabb ismereteinket, és majd szépen lassan elérkezünk, nem jövő héten, hanem az azutáni héten elérkezünk majd a témazáró dolgozathoz. Tudom, akkor lesz majd síszünet, de azon a héten, pénteken azért szerintem meg tudjuk írni ezt a dolgozatot, és utána pedig elkezdjük az én várva várt témakörömet, a Magyarországot. Addig is jók legyetek, nem sokára találkozunk, sziasztok!